Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója, január 27-én szerdán. Nézzük a legfontosabbakat. Holokauszt emléknap, a népirtások áldozataira emlékszik a világ. Ajándék az időseknek, védőeszközöket kapott a NESZI. Pilótaképzés, akár 99 évesen is lehet jelentkezni repülni. Most pedig lássuk a részleteket. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. 1945. január 27-én szabadították fel az auschwitzi haláltábort, melynek emlékére minden évben fejet hajt a világ azoknak az embereknek az emléke előtt, akik valamelyik haláltáborban vesztették életüket. Ennek a napnak súlyos üzenete van a mai élők számára is, mert a történelem azóta is többször ismételte önmagát. Először 1996-ban Németországban tették ezt a nácizmus áldozatainak emléknapjává, de mivel a holokauszt egy internacionális ügy volt, ezért indokolttá vált, hogy ezt nemzetközi szintre emeljék. Így az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-i felszabadulásának emlékére az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-én nyilvánította a mai napot a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává. Tudtuk meg Horváth Gábor történelem szakos tanártól. A közgyűlésen egyhangulag elfogadott határozat hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék az áldozatok történetét. Nálunk Európában azt a megközelítést gyakorolják, hogy inkább az áldozatokra, a tragédia végkifejletére fókuszálnak. A közel-keleti amerikai emlékezetpolitikában inkább az odavezető út az, ami érdekes, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Ők nem a halottakra koncentrálnak, hanem egy civilizációra, amely értéket teremtett és hozott létre emberekre, akik alkottak, élvezték az életük mindennapját. Ez mindig és mindenkoron tanulságú szolgál az emberiségnek, hiszen számos genocidium volt már a népirtás emögött, a ipari népirtás mögött azért ugye egyediség abban rejlik, hogy a halálgyárak ilyen módon nem ismétlődtek meg, de volt már népirtás Boszniában, Ruandában, Kelet-Timorban, tehát a történelem sajnos ismétlő magát, ezt nem lehet feledni. 200 darab maszkot és 40 darab védőruhát adományozott ma a NESZI-nek a Demokratikus Koalíció. Az átadáson Horváth Jácint, a DK választókerületi elnöke hangsúlyozta, minden rendelkezésükre álló eszközzel segíteni próbálják a rászorulókat, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt a pandémia idején. A DK országos akciót indított már a veszélyhelyzet kezdetén abból a célból, hogy a járvány ideje alatt is segítsék az időseket, illetve azokat, akik a leginkább veszélyeztetett csoportba tartoznak. A kezdeményezést idén is folytatja a párt. Már akkor próbáltunk amilyen módon csak lehetett segíteni egyesületeknek, civil szervezeteknek, akik sok időssel tartanak kapcsolatot, próbáltunk segíteni. Emellett aktivistáink már akkor is segítettek a bevásárlásban, segítettek az időseknek abban, hogy ne kelljen közösségbe menniük, csökkentsük a vírus terjedésnek kockázatát, és így volt ez a második hullám idején is, így van ez a második hullám idején is, most ebben az összekezdődő hullámban is próbálunk segíteni. Jól is jött a felajánlás az intézmény számára, hiszen a járványügyi szabályok által előírt elkülönítésre még mindig nagy hangsúlyt kell fektetni a NESZI-ben. Több lakónkat ki kell vinni különböző szakrendelésekre, utána 14 napos izolációt ugyanúgy biztosítjuk, ahova csak beöltözött védőfelszereléssel ellátott személyzet léphet be. Ezért fontos a védőfelszerelés. A mai akciót megelőzően a DK legutóbb Nagykanizsán a Palini Nyugdíjas Egyesület, a Határőr és Rendőr Nyugdíjas Egyesület, valamint a Nagykanizsai Honvéd Egyesület tagjainak ajánlott fel 500 darab maszkot. Ott jártunk előtt nem sokkal kapott arról hírt a NESZI vezetése, hogy január 27-e és 31-e között megkapják a koronavírus elleni védőoltást a Teleki utcai idősek otthonának lakói. A pontos időpontról egyelőre nem érkezett közlés az Zala megyei kormányhivataltól. Csak a kötelező adminisztrációhoz szükséges dokumentumokat kérték el eddig a kanizsai intézménytől, ugyanakkor már a pontosan meghatározott oltási tervet is elkészítették a Teleki utcai idősek otthonában, így az intézmény készen áll az oltás lebonyolítására.
Arról egyelőre nincs hír, hogy a NESZI dolgozóit is helyben oltják-e, vagy Zalaegerszegre kell majd utazniuk. Az operatív törzs tájékoztatóin az elmúlt napokban rendre kitértek arra, hogy a következő vakcinaszállítmányokat már a szociális ellátórendszer részére biztosítják. A lakóinkat itt az intézmény területén belül fogják oltani. Nagyon sok a fekvő lakónk, ezért egy ilyen oltási tervet készítettünk, hogy nagyjából melyik intézmény egyik területéről másikra a szobák elhelyezését próbáljuk feltérképezni és átadni minden hasznos információt, hogy gördülékenyen menjen az oltás. A határmenti városban és ezzel párhuzamosan az interneten is felháborodtak a letenyeiek a település második számú felnőtt házi orvosi körzetében kialakult helyzet miatt. Farkas Szilárd polgármester tegnap adott tájékoztatást közösségi oldalán arról, hogy az említett körzet felnőtt házi orvosi rendelőjében a munkahelyi légkör problémái vezettek oda, hogy az ott dolgozó asszisztensek felmondást kívántak benyújtani. Többszöri telefonos egyeztetésünk során Farkas Szilárd ma azt mondta, a felmondásokat nem fogadta el, az ügy megoldódni látszik, az orvosi rendelés január 28-ától a megszokott helyzetben működik tovább. A betegek a korábbi telefonszámon és rendelési időben elérik a rendelőt. A polgármester az ügyben későbbre ígért részletes tájékoztatást. Közel egy év után már látjuk a vírushelyzet végét, nem most adjuk fel, kérte a lakosságtól Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az operatív törzs mai tájékoztatóján. Hozzátette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több vakcinához jusson az ország. Müller Cecília ismét arra figyelmeztette az egészségügyi dolgozókat, hogy igyekezzenek, mert a kampányoltásuk napokon belül véget ér. Mintegy 5200 jellemzően orvostanhallgató vett részt a koronavírus járvány elleni védekezésben. Derült ki a mai sajtótájékoztatón. Sanda Tamás elmondta, hogy voltak olyan napok, amikor a mentőknél több mint 500 diák dolgozott. Az államtitkártól megtudtuk, hogy az érintett egyetemisták a hatalmas köszönet mellett járulékmentes fizetést és ösztöndíjat, valamint tanulmányi krediteket is kapnak, a vizsgaidőszakot pedig 2 héttel meghosszabbították számukra. Arról is beszélt, hogy míg a hallgatók dolgoztak, addig mások inkább a közhangulatot rombolták. Vannak olyanok, akik egyszerűen a közbizalmat próbálják álhírekkel, kamu videókkal aláaknázni, és vannak, akik egészségügyi mekmesterként félrevezetik az egyébként jóhiszemű embereket, bagatelizálják a vírust, a védelmi intézkedések megszegésére buzdítják az embereket, és teljesen abszurd összeesküvés elméletekkel bombáznak mindenkit az online térben. Az elmúlt 24 órában a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 135, a kereskedelmi üzletekre és vendéglátó helyekre vonatkozó szabályok megszegése miatt pedig 788 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek országszerte. Tegnapi napon is ellenőriztük a kijárási tilalmat. Az elmúlt 24 órában összesen 343 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, a kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, a gyülekezés, illetve a csoportosulás tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegése ügyében, így 30 ezer fölé emelkedett az eddig végrehajtott rendőri intézkedések száma, a pontos szám 30.202. Tegnap óta 1004 fővel nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 85 beteg. A tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy a védőoltások beadása annyira zajlik intenzíven, amennyire ezt a vakcina mennyiség biztosítja számunkra. Eddig 152.704 fő kapta meg az első oltást, 17.772-en pedig már a másodikat is felvették. Müller Cecília a tájékoztatón hangsúlyozta, az egészségügyi dolgozóknak elég idejük volt arra, hogy beoltassák magukat. Egyértelműen sokkal intenzívebbé válik majd a szociális intézményekben, idős otthonokban és egyéb típusú szociális intézményben a védőoltásoknak a beadása. Jelentősen meg fogjuk növelni ennek intenzitását a héten. Szeretnénk minél nagyobb számban eljutni hozzájuk, gyakorlatilag amennyire csak az oltóanyag mennyisége ezt lehetővé teszi. A kormány a mai ülésén dönt az intézkedések fenntartásáról, a korlátozások enyhítéséhez azonban jelentősebb vakcina mennyiség szükséges. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Szénmonoxid, még mindig sok a szénmonoxiddal kapcsolatos eset.
Pilótaképzés, akár 99 évesen is lehet jelentkezni repülni. Csak nem 20 szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos esethez riasztották a tűzoltókat 2020-ban Nagykanizsán. Ebből 12 ingatlanban a szakemberek a helyszínre érkezve egyértelműen ki tudták mutatni a mérgezőgáz jelenlétét. Az Zala megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbra is arra hívja fel a figyelmet, hogy a tragédiák megelőzhetőek a tüzelőberendezések megfelelő karbantartásával és szénmonoxid érzékelővel. Még mindig magas a szénmonoxid mérgezéssel összefüggő riasztások száma, de a megelőző intézkedéseknek köszönhetően már sok háztartásba beszereztek szénmonoxid érzékelőt a lakók. Tudtuk meg Kósi Zsolt katasztrófavédelmi szóvivőtől. Mint azt elmondta, többségében a meghibásodott, rossz műszaki állapotú készülékek okozzák a bajt, ezért minden évben legalább egyszer ajánlott, hogy szakemberrel vizsgáltassuk át a fűtőberendezéseinket. Továbbra is hangsúlyozzák, aki nyílt égésterű tüzelőeszközt használ, mindenképpen vásároljon otthonra szénmonoxid érzékelőt, mert ez a kis szerkezet akár életet is menthet. Én azt gondolom, hogy muszáj felhívnunk a figyelmet továbbra is, hogy bár lassan-lassan, talán ahogy az időjárásnak a függvénye is nyilván, kimegyünk ebből a mostani téli szezonból, továbbra is mindenkit arra kérünk, hogy szerezzen be ilyen eszközt. Ugye ezeknek a jó minőségű bevizsgált, szakemberek által bevizsgált eszközöknek a listája, ez megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Így arra kérünk mindenkit, hogy ezekből válogassanak, hiszen nyilván akik felkeresik a honlapot, láthatják, hogy ott van egy olyan szegmens is, ahol azoknak a készülékeknek a listáját sorolják fel, amelyek nem váltak be az ellenőrzéseken. Most kérjük, hogy ezekből semmiképpen se válasszanak. Zökkenőmentesen zajlott a szombati középfokú írásbeli felvételi vizsga a Batthyány Lajos gimnáziumban. Ahogy a Spiriti János igazgatóhelyettestől megtudtuk, a korábbi évekhez képest a magyar és a matek feladatlapok nehézségi szintjében nem volt kiemelkedő változás. Január 23-án országszerte 75 ezer diák tett központi felvételi vizsgát. A Batthyány Lajos gimnáziumban felvételiző mintegy 200 diákból mindenki jelen volt, így nem lesz szükség pótnapot tartani az intézményben. A feladatlapok javítása már elkészült, és az elért pontszámokban nem tapasztaltak szembetűnő különbséget a javító tanárok a BLG-ben. Az igazgató helyettes szerint a diákok sokszor úgy érzik, ha nem sikerül 100% közelében megoldani egy feladatlapot, akkor elrontották, pedig a vizsgafeladatoknak pont az a lényege, hogy a jelentkezők között egy sorrendet lehessen felállítani. Más kompetenciákat és más felkészültséget mér a matematika és a magyar nyelv is. A matematika az inkább a logikai készséget, a gondolkodási készséget méri, a magyar pedig inkább ilyen általános, mondhatnám, intelligenciának a... Tehát nem arról van szó, hogy lexikális tudást ellenőrzünk, hogy mit tanultak az általános iskolában, hanem inkább arra, hogy aki gimnáziumban szeretne tovább tanulni, az ő gondolkodási készségei azok megfelelhetnek ennek. Karnyújtásnyira repülni a felhőktől igazán lebilincselő érzés, mesélte híradónknak Simó Bence, akinek már kiskora óta szenvedélye a repülés. A vitorlázó repülő szakosztály idén is elindítja a pilótaképzést, amire bárki jelentkezhet 14-től egészen 99 éves korig. A képzés két részből áll, télen és tavasszal elméleti oktatás zajlik, majd tavasztól kezdődik a gyakorlati repülés. A járvány miatt az elméleti oktatás idén az online térben zajlik. Ez idő alatt a növendékek szert tesznek arra a tudásra, amivel a későbbiekben a gyakorlati repülést biztonságosan végre tudják hajtani. Tudtuk meg Gán Zsuzsannától. A vitorlázó szakosztály kiképzés vezetője elmondta, hogy az elméleti tanfolyam során a diákok megismerkednek a szerkezettan, az aerodinamika, a légijog, a meteorológia, az emberi tényező fogalmaival és a repülőtéri szabályokkal. A gyakorlati oktatás akkor kezdhető el, hogyha valaki az elméleti oktatásból szerzett tananyagból egy megfelelt vizsgát tesz, ezután egy repülőorvosi vizsgálaton kell részt venni, hogyha ott is megfelelt, akkor kezdjük el a gyakorlati képzést. A képzés 55-60 felszállásból áll. Ezek a felszállások az úgynevezett iskolakörök, amelyek során a növendék fokozatosan elsajátítja a repülőgép biztonságos vezetését, a felszállást, az egyenes vonalú repülést, a fordulók végrehajtását és a leszállást.
Repülőgép típustól függően egy vitorlázó géppel 1000 méteres magasságban 20 és 60 kilométer között lehet siklani. Tulajdonképpen az az alapja az egésznek, hogy a nap felmelegíti a földfelszínt, a földfelszín pedig a levegőt, és az egyes helyeken ez a felmelegedés ez nagyobb mértékű, mint a környezetében. Ezeket hívjuk termikeknek, és ezekbe a termikekbe körözve tud a vitorlázógép a magasba emelkedni. Jelentkezni a képzésre tavaszig lehet. A Nagykanizsai Vitorlázó Repülő Szakosztály hivatalos Facebook oldalán megadott elérhetőségek közül bármelyiken. Nem várt érdeklődés volt a Kanizsai Kulturális Központ versíró pályázatára, amelyet a Magyar Kultúra Napjára hirdettek meg a szervezők. A zsűri 54 pályaműből választhatta ki a legjobbakat. Nem volt egyszerű dolga a 4 tagú zsűrinek a pályaművek elbírálásában, ugyanis rengeteg vers érkezett a KKK felhívására. A korlátozások miatt a versenyt most kizárólag online térben tudták megrendezni, s talán ennek is volt köszönhető a sok jelentkező, hiszen a kijárási korlátozás miatt manapság több időt töltünk otthonainkban. A sok alkotásnak hála, most egy helyett 5 részesülhettek díjazásban. 54 pályaműből 34 felnőtt alkotótól és 20 gyermek kategóriában gyermekkorú alkotótól érkezett pályázat. És hát ugye eredetileg úgy terveztük, hogy majd egy verset választunk ki a beérkezett alkotások közül, viszont olyan bő volt a termés, hogy az egy vers helyett aztán 5 verset választottunk, 3 felnőtt kategóriában, és 2 verset pedig a gyermekek kategóriájából választottunk. A hangulat, a ritmus, a rímek és a fantázia voltak a legfontosabb tényezők az alkotások elbírálásában, mondták a szervezők. Szirovica Miklós Magány című verse így lett az egyik díjazott vers az 5 közül. A versíró elmondta, hogy már évek óta alkot hasonló költeményeket, és szeret többféle művészettel kapcsolatos dologgal foglalatoskodni a szabadidejében. Én több verset is küldtem be, én inkább az úgynevezett ilyen rímhányó, romhányi mester stílusában írok humoros versikéket. Igyekeztem olyanokat kiválasztani, amelyek azért ugye a határon mozognak, hogy némileg humorosak is, meg talán a szép irodalomhoz is hajlanak egy kicsit, és úgy gondolom, hogy ez a nyertes vers is talán ebben a kategóriába tartozik. Amíg érvényben vannak a járványügyi szabályok, a Kanizsai Kulturális Központ továbbra is szeretne online megmozdulásokat szervezni. A legközelebbi felhívást már tervezik, így kérik az érdeklődőket, kísérjék figyelemmel a közösségi oldalukat, ahol minden információt megtalálnak. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Holokauszt emléknap, a népirtások áldozataira emlékszik a világ. Ajándék az időseknek, védőeszközöket kapott a NESZI. Pilótaképzés, akár 99 évesen is lehet jelentkezni repülni. Ez volt a Kanizsa TV híradója január 27-én szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon, valamint megtalálnak minket már az Instagramon is. Vigyázzanak magukra, hordják a maszkot, köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt holnap is, a viszontlátásra!